Szerbusztok! Tegyem vissza. Ez Angelika Habpatron csatornája, és én Angelika Habpatron vagyok. Sokszor van, hogy nem fogadnak be minket valahova, vagy kiközösítenek a pingvinek, nem fogadnak be engem, de mondjuk mi se fogadjuk be úgy a pingvineket annyira. Ez most egy kis dolog, de van, akiket még inkább jobban nem fogadnak be. És ehhez szeretnék nektek most egy pár pozitív történetet elmesélni, hogy ami valahol hátrány, az máshol a legeslegnagyobb különleges képességes tehetség. Egyszer volt, hol nem volt, Tatár-Szentgyörgy határába született egy kislány, Klárika, akinek bizony 8 karja volt. A kis koporsa vagy bölcsőjét is odahelyezték a sarokba a pókok mellé, mert az apukája durván odavágta neki, olyan vagy, mint egy pók, maradjál te ott a sarokba. Már amikor megkamaszodott, arra gondolt, itt hagyja ő ezt az egész falut, itt hagyja. Felvette a kis szatyrát, és elindult a világba. Gondolta, elmegy bevásárol a Tescóba. Ott arra lett figyelmes, hogy sok idős néni látta, hogy szegények tolják azt a nehéz kocsit, és hogy szegények a listából alig találták meg, hogy mit vegyenek. Klárikának több se kellett. Kikapta az egyik néni kezéből a listát, és egy pillanat alatt felnyúlt a felső polcra az uborkáért, az alsó polcról kivette egy kiló lisztet, és már mutogatta a hentes pultnál, hogy milyen húst kért. Egy pillanat alatt bevásárolt Magdika néninek. Ezt szemfülesen észrevette az egyik Tesco árufeltöltő, és a főnök egyből leszerződtette a Tescohoz. Keressétek meg, és örüljetek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a gyengén látó vakon. Ő a föld alatt látta meg a napvilágot. A gyengén látó vakon ugyanúgy túrta-fúrta magát a fű alatt, de aztán egyik reggel túlfúrta magát, és felkerült a felszínre. Csodás dolgokat vett észre. Különböző színes foltokat látott. Azt gondolta, mégis jobb lesz, ha inkább hazamegy a lenti világba. Így hazakóborolt. De az anyukája megmondta neki, ezek kisfiam, többet már nem jöhetsz vissza, nem vagy elég vak, megszégyeníted a mi vak közösségünket, foltokról beszélsz, hát szégyell az egész család, soha többé ne lássalak. Szegény, gyengén látó vakond sírt, de nem volt mit más tennie. Elindult a vakvilágba, beért egy hatalmas nagyvárosi forgatagba, és elindult az úttesten át az autók között. Mindenki dudált rá, hé, mit csinálsz? Mi vagy te vak? Nem látod, hogy mi van? Azt se tudta, ki beszél hozzá, csak ebben a nagy színes foltokban valahogy átvergődött az út túloldalára. Egyszer csak lekuporodott egy utcasarkon, és ott sötétedett rá az éjszaka. Történt akkor ezen a napon, hogy a városba kialudtak a lámpák. Mindenki össze-vissza félt, azt se tudták, hol vannak, az emberek tapogáltak a sötétbe. Viszont a vakond ugye nagyon-nagyon jól tájékozódott a sötétbe, és elkezdte hazakísérgetni az embereket, kézen fogta őket, elvitte őket a Rákóczi utcába, onnan átment Kispestre, Kőbányára, nyitott is egy vállalkozást, vakvezet világtalan BT-t, és így megtalálta a helyét a társadalomba. Hol volt, hol nem volt, egyszer csak született egy kis szipogó Zsolti. Állandóan taknyos volt a keze, mert folyt az orra. Aztán lassan elkezdett volna a lányokkal is ismerkedni. Összeszedte minden bátorságát, és elhívta a kislányt moziba. Szia, Anita! Gyere! Elhívlak egy moziba. Erika elment, találkoztak. Zsolti vett neki popcornot. Fajt tő! Így rá tüsszentett a popcornra. A kislány megmondta, hogy gyorsan haza kell mennie. Úgyhogy szegény Zsolti megette a kis taknyos popcornját. Nyam, nyam, nyam. Elment a műszaki egyetemre, jelentkezett gépületkarbantartó mechanikus szakra. Elvégezte végül az egyetemet. Elment az első állásinterjúra. Jó napot kívánok, Zsolti vagyok. Megsajnálta a malomipari
vagyis malomipari gépgyártó. Itt maradhatsz, édes fiam, van itt egy gyakornoki állás, ott kell állnod egész nap. Egyik napon az történt, hogy leálltak az egyik malomgép. Zsoltinak megvolt a képesítése, oda ment, belenézett a malomgépbe, és ahogy belenézett, hát kifolyt az orrából a sok-sok fika rá a malomgép csavarainak az agytekervényeire, és csodák csodája, beindult a gépezet. Gyorsan végigszaladt Zsolti az összes gépen, befújogatta, és attól kezdve gépzsíros karbantartó lett. Kérlek, hogyha úgy érzitek, hogy vállalható tartalom vagyok a számotokra, iratkozzatok fel rám, szervusztok! Fogytőj!